volt egy kollégám, egy barátom, aki azt állította, hogy három dologért kell hálásnak lenni Istennek, a sörért, a hagymáért és a nőért, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ezzel nem értek maximálisan egyet, de az kétségtelen, hogy hagyma nélkül az életünk szomorúbb lenne, és az ételeink mindenféleképpen kevésbé ízesek. De szerencsére hagymát mi magunk is termeszthetünk, ráadásul az a hagyma, amit mi duggattunk el, az garantáltan vegyszermentes is lesz. A finom, friss hagyma mellé a krémesen lágy Vénusz plusz zabos kenőmargarin szuper választás, mely ráadásul tisztán növényi alapú, azaz tejmentes, továbbá tartósítószert sem tartalmaz. A legideálisabb időpont a hagymások duggatásának az ilyenkor van, ősz végén, tél elején, és ami fantasztikus bennük, hogy szinte bárhová lehet őket duggatni, nagyon kicsi helyet foglalnak el ugyanis. Én a sorok közé, illetve az ágyás szélére szoktam őket ültetni, itt lehet is látni, hogy benn maradt egy, amit nem vettem észre, egy lila hagyma, és az itt megint elkezdett hajtani, az nem sokára már jó is lesz. Dughagymák azok így néznek ki, hát egyszerűen csak picikek is hagymák, tehát tulajdonképpen ezt nem magról vetjük, bár lehet egyébként magról is vetni, de sokkal tovább tart, hanem pici bébi hagymákat duggatunk el, amik aztán tavaszra szépen megerősödnek, illetve inkább nyár elejére mondanám. És egyszerűen csak fogja az ember, csinál egy pici lukat, akár az ujjával, és kész. És néhány centire már mehet is a következő. Maga a hagyma növény az csak tényleg egy pár levél, úgyhogy abszolút elfér így a sorok között, tehát itt is a saláta és az eper között bőven-bőven van neki elég hely. Az ültetési mélység az általános hagymás szabály, hogy körülbelül olyan mélyre kell ültetni, mint a hagyma mérete, tehát egy ilyen 5-6 centi mélyre bőven elég elültetni. Elduggatni. Tő távolságnak sem kell ebből kifolyólag nagyon soknak lennie. Kész. Egy sor kész. Nagyon nagy kedvencünk ez a lilás rózsaszínes fokhagyma, nagyon jó ízvilága van. Ugye ez meg ilyen nagy fejekben jön, értelemszerűen szét kell szedni gerezdekre, és akkor a gerezdeket ledugdosni, és minden egyes gerezdből majd egy újabb fokhagyma fej lesz. A fokhagymát azért is nagyon fontos, hogy mi magunk termesszük meg, mert ezek az ilyen gumós gyökér zöldségek nagyon magukba tudják szívni a vegyszereket, és a leggyakrabban, amit boltokba lehet kapni fokhagyma, az Kínából jön valamilyen teljesen rejtélyes okból kifolyólag, és hát ki tudja, mivel kezelték őket, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket saját magunk megtermesszük, és tényleg egy pár fej ilyen fokhagymából, ugye hát ez hány gerezből áll, hát van vagy 10-12 gerezd benne, mind egy-egy fej fokhagyma lesz, tehát néhány fej fokhagymából már akár az egész éves fokhagyma mennyiséget meg tudjuk magunknak termeszteni. A fokhagymákat általában az ágyás szélére szoktam duggatni, méghozzá azért, mert a fokhagyma meg más hagymák is nagyon erős illatanyag rendelkeznek, ugye? És ez rengeteg kártevő távol tart, tehát kvázi egy ilyen sorfalat képzek a veteményes köré, és amíg ott növekszik a fokhagyma, addig jóval kevesebb kártevő fog majd bemászni a veteményesünkbe. Itt egyébként pont az eprek mellé tettem ezeket a fokhagymákat, és növénytársítás szempontjából az eper meg a fokhagyma nagyon jól működik együtt, támogatják egymást, nagyon szerencsés párosítás. Ahogy láthatjátok, a hagymatermesztés tényleg nem túl bonyolult művelet, nagyon egyszerű elduggatni őket, nem kell velük túlságosan sokat bíbelődni, esetleg egy kis tápot, szerves tápot érdemes nekik adni, ilyenkor ültetésnél is lehet, meg mondjuk tavasszal pótolni azt, de más dolgunk nem nagyon van velük,
pici víz az, amit igényelnek, de tényleg nem sok, mert inkább megsínlik, hogyha túl sok vizet kapnak. Úgyhogy szerintem érdemes kihasználni ezt a néhány hónapot, amikor egyébként sincsen nagyon semmi a veteményesben arra, hogy hagymát, fokhagymát termesszünk, és hogyha jól csináljuk, akár egy ilyen kis magaságyásból is kijöhet annyi, amivel az egész család el van egész évben. Úgyhogy tényleg hagyma termesztésre fel! Tényleg ennyire egyszerűen termeszthetünk magunknak hagymát, fokhagymát, és az év nagy részében lesz saját termésünk, ami tényleg tudjuk, hogy nem tartalmaz semmi olyat, amit nem kéne, hogy tartalmazzon. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, nyomjatok egy lájkot, esetleg osszátok is meg, hogy máshoz is eljusson, és ne felejtsétek, a boldogság, és ebben az esetben az egészség és a finom ízek is a kertben teremnek. Igaz, Batu?